Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy a felirat is mondja, egy Arch Linux csomagkezelési alapokat fogunk megbeszélni. Méghozzá parancsorból, azaz terminálból, illetve egy picit ki szeretnék térni arra, hogy mi az, hogy terminálos munka. Gyakorlatilag ezeket a feladatokat, illetve ezeknek a feladatoknak nagy részét természetesen grafikus felületen is nagyon kényelmesen és nagyon gyorsan el tudjátok látni. Tehát annak, akinek nem tetszik a terminálos munka, hogy pár parancsot be kell írni, illetve be kell gépelni elég hosszú dolgokat, és oda kell figyelni különböző paraméterekre, kapcsolókra, annak nem való ez. Ennyi. Ő használjon grafikus felületet, de aki úgy gondolja, hogy szeretné kipróbálni azt, hogy hogyan működik egy terminál, ezek a feladatok, tehát a frissítések, csomagkezelések nagyon alkalmatosak arra, hogy kipróbálja és megtapasztalja azt, hogy bizony így is lehet viszonylag kényelmesen és gyorsan dolgozni. Nagyon fontos eldönteni, hogy miért szeretne valaki terminálban dolgozni, olyan feladatokat terminálba ellátni, amikre vannak nagyon jó grafikus programok. Azaz miért használok én? Azaz, azt nem tudom, hogy más miért, csak azt tudom elmondani, hogy én miért használok terminálos megoldásokat. Nagyon egyszerű, mert gyorsabb. Gyorsabb, lényegesen gyorsabb megnyitni egy terminált, és begépelni 4, 5, 6, 8, 10 parancsot egymás után, vagy esetleg egy kis trükközéssel skriptesíteni, azaz automatizálni ezeket a feladatokat, mint ugyanehhez a 4, 5, 6 akárhány feladathoz több darab programot megnyitni grafikusan, nem egyszerű, terminál, megnyit, lefutnak a parancsok és kész, mindegyiket megnyitom, megkeresem, mi hol működik, beixelem, leokézom, oké, utána azt becsukom, megnyitom a következőt. Nekem a terminálos munka nagyon megkönnyíti a napi gép, illetve a rendszer adminisztrációt. Be is fogom mutatni. A másik, ami igazából egy olyan dolog, hogy nagyon ritkán szokott előfordulni, meg másképp is meg lehet oldani egy újratelepítéssel például, na hát akkor érdemes ismerni nagyon-nagyon a terminált, amikor nem indul a grafikus felület. Igazából nagyon kevésszer fordul elő, legalábbis nálam, az, hogy a grafikus felület, tehát az a környezet, amit megszoktunk, nem indul, de azért előfordult, és az esetek egy részében a terminálon keresztül ki tudtam javítani azokat a hibákat, amik akadályozták a grafikus felület elindítását. Legtöbbször az volt a hiba, hogy én valamit elrontottam, és azt ki tudtam javítani terminálos parancsokkal, vagy terminálos eszközökkel. Azaz két ágra kell szakítani a terminálos használat okát. Az egyik az, hogy nagyon jó és gyors, és szerintem iszonyat kényelmes, másik pedig a mentési funkció. Amikor nem megy a grafikus felület, hiába akarnád lementeni grafikusan a dokumentumjaidat, hiába akarnál átírni egy nagyon egyszerű konfigurációs fájlt, amiben beleturkáltál, és éppen amiatt nem indul, ha nem indul. Igaz? Hát bizony ezt érdemes átgondolni, hogy egy vész esetre, egy ritkán előforduló, de vész esetre bizony azért jó lenne, hogyha a terminálba tudna az ember dolgozni. Ilyenkor nem kell újra telepíteni a gépet, nem kell mindent újra beállogatni az esetek egy részébe. Azaz érdemes ezeket átgondolni. Mi az, ami kell a terminálos munkához? Sokan a terminálos munkát úgy gondolják el, mint hogy valami nagy csoda lenne, ez nem kell más, csak a terminál. Pontosabban a terminál emulátor kell. Mi ez? Ez a legtöbb rendszerben, pontosítok, az összes grafikus felületen megtalálható valamilyen terminál eszköz. Ez a terminál eszköz nagyon egyszerűen rákereshetsz, akármelyik start menüszerűségbe, hogy beírod, hogy terminál, és aztán kiír neked egy-két olyan terminált, ami éppen telepítve van, hogy melyiket választod, egyéni dolog. Nekem akármelyik megfelel ahhoz a feladatsorhoz, amit én bemutatok, bármelyik megfelelő lesz. Miért? Mert igazából a terminál minősége eltérhet, vannak ilyenek, olyanok, amolyanok, teljesen felesleges vitatkozni, hogy kinek melyik terminál a kedvence, nekem az XFC-hez adott terminál a kedvencem, legalábbis legtöbbször azt használom, de bármelyik, ami neked a gépeden van, nagyon megfelel. Azaz, itt nem biztos, hogy azt kell csinálni, hogy megnyomod a
Ctrl-Alt-F1, F2, F3, F4, F5, F6 gombot, és akkor kilép, illetve átlépsz egy másik terminálszerűségbe, ott bejelentkezel, hanem egyszerűen indítasz egy terminált. Nézzük is meg, hogyan indul a terminál. Én ide is kiraktam magamnak a gyorsindítósávomba, a Tint 2-esre, és rákattintok, elindul egy terminál. Látható egy fekete képernyő, villogó, akármivel. És ezzel fogunk dolgozni, hogy neked fehér a háttér, vagy másikat használsz, teljesen mindegy. Ezeket a parancsokat, ezeket a feladatokat meg tudod oldani a terminálba. Itt még az is teljesen mindegy, hogy milyen shellt használsz. Én, ahogy lehetett látni, illetve aki ismer, az tudja, hogy a ZSH nevű shellt használom, de a bash vagy akármi egyéb shell, tehát parancs értelmező környezet, okosak ezt biztos másképp fogalmaznák meg, de a parancsértelmező környezet, amit én beállítottam magamnak, az a ZSH, mert én azt szeretem különböző okok miatt. Oké, mi kell még hozzá? Ezen kívül, hogy van egy terminálod, és azt tudod nézni, és tudsz bele gépelni, mi kell? Tudás. Tudás, és ez a tudás nem úgy van, hogy valaki megszületik, vagy feltelepíti a Linuxot, és azonnal megjön, hanem össze kell szedni. Higgyétek el, érdemes egy kicsit beletanulni a terminálos munkába, a parancsokat megismerni, legalábbis azt a párat, ami kell hozzá. Mi az, ami egy rendszer adminisztrációhoz, frissítéshez, telepítéshez, illetve programok leszedéséhez, illetve rendrakásához kell? Frissíteni kell a rendszert. Ez rendszerenként más. Nyilván Arch Linux Rolling, azaz elég gyorsan érdemes frissíteni, mert hát naponta többször érkeznek hozzá frissítések, és nyilvánvalóan azért választott az ember egy Rolling disztribúciót, mert szeret a legfrissebb cuccokat megkapni. Hát bizony, bizonyos periódusonként frissíteni kell a rendszert. Mindegyiket még egy hagyományosabb, kevésbé Rolling disztribúciót is, mondjuk a Debiant is, a stabil ágat is, hát időnként érdemes frissíteni, ott kevesebbszer kell, a Archon egy kicsit többször. A lekérdezzük a csomagoknak a paramétereit, jellemzőit, egyebeket, mit hol találsz meg, azt is érdemes megtanulni, bár általában ez egy ilyen másodlagos dolog. A telepítés csomagtelepítés terminálból nagyon egyszerű, és bizony érdemes megjegyezni. Nyilvánvalóan, hogyha véletlenül nem indulna el neked a grafikus felületed, és azt találod az interneten, hogy ABC csomagot fel kéne tenni hozzá, vagy azt a csomagot le kellene szedni hozzá, hogy újrainduljon rendesen a grafikus felületed, akkor hogyha nem tudod a terminálos telepítés, illetve eltávolítási parancsokat, akkor hát egy kicsit bajba leszel, mert ezt máshol, máshogy nem fogod meg tudni csinálni, hiszen nem indul a grafikus felület. Nyilvánvalóan. Jobb, ha megtanulja az ember. A takarítási feladatok, letöltött csomagok, letöltött forráskódok, hiszen az is előfordulhat, hogy jó nagy adag forráskódot leszippant egy-egy program, és abból készíti el neked a parancsot, a programot, vagy akármit, amit telepítesz, na hát ezekkel után takarítani kell. Nagyon jó, illetve sokan azt mondják, hogy nagyon béna, de szerintem nagyon jó az Arch Linuxnak az az elgondolása, hogy ő automatikusan nem takarítja ki ezeket, hanem rád bízza, hogy hogyan skálázod azoknak a csomagoknak a mennyiségét, minőségét és egyéb jellemzőit, ami megmaradjon a gépeden, mint későbbiekbe vissza tudsz arra térni, vagy újra tudod telepíteni. Tehát nem arról beszélek a takarításnál, hogy leszedsz egy felhasználói programot, hanem annak az esetleges forráskódját, vagy elkészített csomagját, amit leszippant, leszed a tárolókból, az Arch tárolókból, vagy éppen az Aurból a rendszer, és ott tárolja neked a gépeden, hát a későbbiekben szükség lesz rá. Nyilvánvalóan ennek megvan a praktikussági oka is, de erről most nem szeretnék beszélni. Tehát frissít, lekérdez, telepít, leszed, takarít, ez öt. Ebből hármat, négyet érdemes mindenképp megtanulni. Nem kell megtanulni, felírni, kinyomtatni, és utána már gond nem lesz abból, hogy későbbiek folyamán hát bizony nem jutna valami eszedbe. Sok? Ne vicceljünk már 3-4-5 sor. Hát nem olyan sok az. Meg lehet jegyezni, fel lehet írni, és lehet használni. Ebből, hogyha hármat ismersz, a frissítés, a leszedünk, illetve telepítünk csomagot,
programot, akármit, az már bőven elegendő lesz neked. Ezzel gyorsan tudsz dolgozni. A többi már extrázás. Így gondolkodj. A telepítés csomag föl, csomag le. Nagyon fontos. Megtetszik? Ja, megtetszik. Akkor lehet tovább lépni, és ezen még egy kicsit finomítani. Így az extrázásokat is megmutatom, bizonyos takarítási egyéb feladatokat. Az első feladatunk a gyors rendszerfrissítés, ami az alábbi módon fog megtörténni. Megnyitunk egy terminált, és mit teszünk? A terminálos munka nagyon egyszerű. Be kell gépelni azt, amit akarsz csinálni, és azt, amit kell. Mert az, hogy te mit akarsz, és a gép mit csinál, az nem mindig van szinkronban, hiszen ő azt csinálja, amit te ide parancsnok megadtál, de én azt mondom, hogy egy kis odafigyeléssel nagyon-nagyon-nagyon egyszerűen meg lehet tenni a dolgokat, meg kell jegyezni pár dolgot. Oké, rendszerfrissítés. A rendszerfrissítés kettő ágból áll, amit össze fogunk vonni. Én ezt szeretem, mert a Arch Linux lehetőséget ad a kettőnek az összevonására. Az egyik, hogy te lekérdezed az adatbázist, amit a gépeden lefrissít. Tehát, hogy milyen csomagok, melyik verziója érhető el. Ez nyilvánvalóan a rendszerfrissítésnek az első lépése, hogy lekérdezi a gép a szerverről, hogy mik az új csomagok, milyen verzió érhető el. A második lépés természetesen micsoda, hogy felfrissítjük a rendszert az adott pillanatnyi legfrissebbre. Miről beszéltem? Rendszerfrissítés. A rendszerfrissítés mindenhol, vagy remélem mindenhol, az általam ismert legtöbb disztribúcióban természetesen így van, milyen jog alatt történik meg? Rendszergazdai jog alatt, azaz egy sima felhasználó bizisten nem igazán egészséges, hogy mindenfajta programot leszedjen, telepítsen, vagy a rendszerfrissítést meg tudja csinálni alapból. Azaz, először is kérünk magunknak egy rendszergazdai jogot. Azaz, begépeljük, hogy sudo, 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 és utána a parancsot. Pacman, tudjátok, az a játék, ami eszegeti a, mit tudom én, C-vitaminokat, fene tudja mit, és régen nagy divat volt. És utána begépeljük, hogy sudo. Ennyi. Jelentett ez gondot? Szerintem senkinek nem jelenthet gondot. Nézzük is meg, miről beszéltem. Miből áll egy terminálos munka? Első gondolat az, hogy kértem egy felhasználói magasabb jogosultságot, azaz rendszergazdai jogot. Ez nem mindig kell. Vannak olyan programok, vannak olyanok, amiket például te saját rendszergazdai jog nélkül el tudsz végezni a saját jogosultságoddal, mint felhasználó. A második része, legtöbb esetben ez az első rész, megadsz egy parancsot. A parancsokat meg kell ismerni. Oké, az, hogy most azt kell beírni, hogy pacman, vagy az, hogy jaj, tehát yaj, az teljesen mindegy, vagy az, hogy ls, vagy cd, vagy akármi, a parancsnak van egy parancs része. Ezt meg kell adni. Nyilvánvalóan ezzel kommunikáljuk le a gépünkkel, a rendszerünkkel, hogy bizony mit szeretnénk csinálni, és utána van egy csomó akármi. Ezeket a kapcsolókat meg kell ismerni. A kapcsolókat, mert ezeket én fejből bemagoltam, valljuk be, bemagoltam, hogy sudo, és nyilvánvalóan van, aki oda teszi mögéje, hogy no confirm, tehát egy másik kapcsolót is, hogy ne kérdezgessen mindig menet közben mindenfélét, az adott parancs, akkor bizony ez nagyon kényelmesen meg tudja tenni. Én azért nem tettem mögéje, hogy minden felmerülő kérdést meg tudjon tenni. Tehát két lehetőség van. Vagy begépeled azt, hogy sudo, pacman, kötőjel, nagyes, yaj, és elvégzi a munkát, vagy pedig a másik hasonló feladatokat ellátó dolog, a jaj, yaj, kötőjel, S, nagy S természetesen, yaj, no confirmot használod. Nyilvánvalóan vagy ezt, vagy azt. Mind a kettő ugyanazt a feladatot fogja ellátni. Futtassuk is le most a pacman. S, yaj, rákattintasz. Mi a következő?
Hát bizony, azt mondja, hogy az én jelszavamat szeretné, azt szépen begépeljük. Miután begépelted, lekérdezi. Nézd meg, lekérdezi a adott tárolókat. Nekem ezek a tárolók vannak beállítva, lekérdezi, és szépen lefut. Ekkora méretű adatbázisokat töltöget le, villámgyorsan leszokott futni, majd a teljes rendszerfrissítés indítása azért, mert én azt mondtam neki a SYYU-val, hogy légy szíves már upgrade-elni, rendszert frissíteni, hát már ez a feladatot csinál meg, elindítja, kírja, angolul, magyarul, oroszul, attól függ, milyen a rendszernyelv, és hogy le van-e fordítva az adott program, kírja. A függőségek feloldása, tehát ő megnézi, hogy a új programok, vagy azok a programok, amiket ő frissít, annak az összes hozzátartozó részegysége, függősége, olyan közösen használt részei, akármik, amire szükség van, azok rendelkezésre állnak-e, összenézegeti, összeellenőrzi a dolgokat, nem kell ezzel igazából törönöd, csinálja a dolgát. Oké, ütköző csomagok keresése. Megteszi a dolgát. Ütköző csomag az, hogyha van egy feladat, és azt kizárólag egy darab program láthatja el, kettő nem, mert az ütközne egymással, egymással ellentétes dolgokat is elvégezhetnének, akkor bizony megnézi, hogy van-e ilyen program. Hát, mivel nem ért ki semmi panasz, ez nagyon-nagyon jó a Linuxba és az egyéb Unix alapú rendszerekbe, hogyha gondja van, kérja. Ha nem némítod le a sirámot, ahogy én mondom, hogy siránkozik, hogy valami probléma van, van erre is módszer, de én igazából ezt kerülöm, szeretem az összes hibajelet a terminálba látni, bizony akkor kírja. Nagyon jó, mert tudsz lépni. Utána megkeresi azt, hogy bizony a csomagok, ami 64 darab van, kiszámolja. Érdektelen, hogy hány darab, és utána kilistázza, hogy melyik csomagokat fogja ő frissíteni, mivel én, meg vélhetően, ha engem hallgatsz, te se vagy olyan nagy Linux koponya, hogy egy egyesével végignéz, hogy a Simple Scan 336.1 kötőjel egy milyen újdonságokat tartalmaz, akkor bizony mi a teendő? Hát bizony, egyszerű, ráhagyjuk a gépre, hogy frissítse. Kírja a letöltési méretet, a teljes telepítési méretet, a tiszta frissítési méretet ki fogja neked írni, teljes letöltési méret, ennyit fog letölteni, a teljes telepítési méret, ami a meglévő programok együttese és az újdonságok, frissítések együttese, ami az egész felsorolt elfoglal a gépeden, az bizony ekkora lenne, és bizony a tiszta frissítési méret 26,86 megabyte. Ez nekem azt jelenti, hogy pontosan 26,86 megával kevesebb hely lesz most a gépemen, már felfrissült. Vegyétek észre, jó sokat letölt, az egész program, amit itt felsorolt, az ekkora helyet, tehát 1037,65-öt foglal el, de maga a növekménye csak ennyi lesz. Ez lényegtelen igazából a mai tárhelyek mellett az, hogy most elgondolkodjak, hogy mit nem frissítek, vagy mit szedek le, arra itt nincs szükség. Oké, utána kérdez, hogy a telepíted-e a telepítendő dolgokat, azaz frissítenéd-e az adatbázist, igen vagy nem. A nagyi, a kiemelt betű, naggyal kiemelt betű, az bizony azt jelenti, hogy ha te Entert ütsz, akkor ez lesz a válaszod. Ha azt gondolod, hogy nem szeretnéd ezt folytatni, akkor egy N betűt ütsz, és akkor ennyi. Ugye, más program is azt csinálja, ha valamire parancsot, az grafikus programra gondolva, hogy időnként megkérdez, hogy igen, nem, tovább lépsz, vagy visszalépsz. Tehát itt is megvan a kilépési lehetőséget. Nyilván én szeretném frissíteni a rendszeremet, amíg itten beszélgettem, szépen frissül. Fut, mint a jó gyerek ez a csík. Örömmel látjuk, hogy minden 100%-ig megy, végzi a dolgát. Az, hogy valaki ezt nézi, vagy nem nézi, az egyéni dolog. Látható a kernellel kapcsolatos dolog is, egy kicsit frissül, azt csinálja, amit kell.
nem igazán kell neked ezeket tudni, bár utána nézhetsz, hogy éppen mit csinál, de lehet látni, hogy 19 per 19 munka elvégződött, és az van, hogy végeztünk, és utána nekem grafikusan be van ide állítva az, hogy figyelje a frissítéseket, egy kis plugin szerűség, hát bizony az kijelezte, hogy van még 9 frissítés elérhető menet közben, ebben nem kell nekünk törődni. Miután lefutott a frissítés, nyilvánvalóan készen vagyunk, és visszakaptuk azt, ami a promptunk, azaz a villogó kurzorunk, beírjuk, hogy leár, és eltüntetjük, tehát tiszta képernyőt kapunk. Ennyi. Nézzük meg csak azért, hogy lássuk, hogy nem csak arról beszélünk, hogy hát a pacman van, hanem a jajjal is lehet dolgozni. Jaj, kötőjel, S, Y, U, anó konfirmot most nem írom be, hát kérdezgessen, ha valami kell neki, rákattintunk, beírjuk természetesen a jelszavunkat, és lefut ugyanaz a frissítés, és talált még pár darab nem frissített programot, azaz az Aurba lévő programot, meg egyebeket. Én igen, ráütök. Kellett ehhez valami hű de nagy dolog? Nem kellett ehhez semmi nagy dolog. A következő gondolat, lefutott az ellenőrzés, lefutott a munkafolyamat, lehet látni a legtöbb terminálnál van ilyen csúszka, és vissza tudsz lépni, a kulcsokat szeretné frissíteni, mert ez a feladatom láthatóan lefrissítette a titkosítási kulcsokat, azok a kulcsok, amik igazolják, hogy az a program, amit te használsz, attól az embertől vannak. Tehát itt, hogy belenyúlnak az Aurba vagy a tárolókba, ezek a kulcsok, ezek a titkosítási kulcsok, azonosítási kulcsok, egyszerűbben így fogalmazom meg, bizony biztosítják számodra azokat a védelmeket, hogy nem mindenki tud feltölteni, nem mindenki tud belenyúlni, azért ezeket lefrissíti időnként, éppen most. Oké, utána bizalmi adatbázis ellenőrzése, bizony majd meg fog történni 10. hó 17-en, nem érdekes, éppen most láttuk ezt. Nyilvánvalóan mindig azt frissíti, amit kell. A második frissítés akármit lefrissített, és utána kiír, ajaj, egy picit több információt az adatbázisba keresett az Aurba, tehát a felhasználói adatbázisba, és azt mondja, hogy az én általam feltett obmenü, az bizony árva. Hát éppen nem frissítik, természetesen ez hasznos információ, hogy nem frissítették árva, nem foglalkoznak vele, el tudod dönteni, hogy az obmenü nevű eszközt, tehát ami legenerálja az Openbox-nál a menüdet, hát bizony azt használod, vagy nem, régóta nem frissült, régóta nem foglalkoznak vele, kírja, fontos információ, vagy nem, én nem szoktam vele foglalkozni. A jaj, Y, az bizony még azt is kimondja, hogy vannak olyan programok a gépemen, megnézte a telepítési adatbázisból a listát, összehasonlította a frissítendő, frissítést igénylő listával, illetve megnézte, hogy vannak olyan megjegyzések az általam telepített programokhoz, amik számomra fontosak lehetnek, azaz kapott out of date, tehát lejárt dátummal lévő jelzést az adott program, igen, a Clipit, meg az Inksy program kapott egy ilyen jelzést. Ezzel kell foglalkoznom? Nem. Megmondom őszintén, miért nem, mert az elején mindig pánik tört ki bennem, hogy hát bizony, hát lejárt a dátuma. Hát milyen dátuma? Az, hogy jelezték azt, hogy az Inksynek vagy a Clipitnek van frissebb verziója, mint a tárolóban lévő, de az Aurt, az adott rész, tehát a Clipitet, illetve az Inksit, ami éppen lejárt így, az bizony a készítője, aki beletette a csomagot az Aurba, a felhasználói adatbázisba, felhasználói tárhelyre, az bizony nem frissítette fel.
Az első időben rögtön rohantam, hogy a klipét, jaj, a kedvenc vágólap kezelőmmel. Mi a szősz van, jaj, szent Isten, hát van újabb verzió, és aki ezt oda berakta, hát nem törődik vele, vége a világnak, nem a legújabbat használom. Aztán kiderült, hogy olyan gondjai vannak vele, hogy bizony újabb verzió megjelent, és ő nem tartja teljesen helyesnek azt az irányt, meg nem úgy gondolja, és azért nem frissíti, mert azzal probléma van. Ennyi. Tehát megírja, felírja azokat, amik számunkra épp, hát bizony fontosak lehetnek, és utána kérja, hogy 7 csomag az aurból, a jaj, azaz aurból is frissítene, az bizony 7 darab, amit frissíteni kéne. Ezt a 7-et kiválaszthatod. A Kozét, a GST-t, a Japlint, Ocean Audio, Pamac, Aur, per akármi, Perl, akármi, meg az RNM-et frissítheted. Itt milyen feladatod van? Kiválasztod azt, amit a felhasználói tárhelyből, a felhasználói adatbázisból szeretnél frissíteni. Nagyon egyszerűen beütöd az 1-est, akkor az RNM-et, azt a kis átnevező eszközt frissíti. Ha beütöd a 7-est, akkor a Kozit frissíti, de megadhatod úgy, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-est is frissítse, vagy pedig egy 1-től 7-ig frissítse, letakarítjuk le ár az asztalunkat, és visszakérjük felfele nyillal. És beírjuk, hogy no ton firme, és bekéri a jelszavunkat, és le fog futni annélkül, hogy mindenféle kérdéseket feltenne. Oké, viszonylag gyors, nagyon gyorsan meg tudjuk oldani, úgyhogy nem is kell azokat az 1-es, 7-es meg egyebeket begépelni, nem kell választani, azaz rábízod a jajra, azaz a YA-ra, a Nokonfilm kapcsolóval, ezért érdemes átnézni a leírásokat, a kapcsolóval, azt, hogy bizony mindent frissítsen, amit kell. Ez egy kicsit lassabb feladat, mert a AUR-ból, tehát a felhasználói tárhelyről, az felhasználók által éppen elkészített plusz csomagba, ami a terjesztéshez pluszba vannak, azok bizony sokszor forrásból érkeznek. Jó sok mindent, így éppen látható volt, hogy a GitHubról tölt le valami csomagot, és akkor ő most szépen kibontja extract tája. Hát bizony egy kicsit hosszabb ez a feladat, meg kell várni, hogy lefusson. Persze nyilvánvalóan attól függ, hogy mit frissít, és milyen hosszú ideig. Ez nem azt jelenti, hogy itt kell nézned természetesen, hanem ez azt jelenti, hogy közben mást is tudsz csinálni a gépeddel. Nézzünk is meg egy másik terminál megnyitásával fontos információkat. Azt mondtam, hogy a terminálba be kell gépelni parancsokat. Oké, egy parancsot ismersz, például azt, hogy pacman. Igaz? Ez egy parancs. Előbb használtuk a Arch Linux csomagkezelője. Mondjuk így egy nagyon kényelmes, jól átlátható dolog. Igen, nem? De utána mindenfajta Y-okat, kötőjeleket, S-eket, meg a jajhoz ilyen hülyeségeket, hogy no confirm írogattuk. Ez honnan lehet megtudni, hogy mit jelent? Nagyon egyszerű. Kötőjel H, H betű, help, és szépen kiír egy-két dolgot, és utána tovább is tudunk lépni. Hosszabb, rövidebb listát kapunk, itt viszonylag egyszerű listát kaptunk természetesen, ezen lehet finomítani, hogy többet írjon ki, kevesebbet, ezeket a kapcsolókat ismeri. Tehát, hogyha valami parancsról olvasol, hogy azt kell beírni, hogy pacman, kötőjel ABCDF, akkor meg tudod nézni a H betű, kötőjel H általában, hogy az mit jelent, kilistázza. A következő, hogyan szerzünk még információt az adott programról, a man. Beírod, hogy man, és a parancs nevét pacman, és enter, és kiír egy jó hosszú szöveget, most nem fogom elmagyarázni, nem az a célom, hogy mi mit jelent, de látható, agyon van dokumentálva, le van írva minden szépen egyetemen, jellemzően angolul, hogy mi kell, azaz látható, hogy dokumentálva van minden, és utána kírja, hogy Q,
a end, vagy kilépési parancs, és akkor kilépsz. Szuper! Igen, már a gépeden legalább, ismétlem, legalább kettőféle dokumentációt kapsz. Van egy rövidebb, a help, ezt jellemzően kötőjel, H betűvel tudod elővarázsolni, és a legtöbb, 99,9%, hogy a legtöbb programocskához, komolyabb, kisebb, nagyobb, akármilyen programocskához kapsz egy úgynevezett manuál pécst, tehát egy mant, nem ember, hanem a manuálnak a rövidítése, azaz begépelet, hogy man, és CP, ez is egy parancs, és utána kírja, hogy mit csinál, copy, másolás, fájlokat és könyvtárakat másol, és van egy csomag, akármilyen kapcsolója, amivel finomíthatod a feladatokat, a Q-val kilépsz az egészből, és örülsz neki. Utána milyen gondolatot lehet megtenni? Természetesen a következő gondolat az, hogy megnézed az interneten, rákeresül a Google-ba, kedvenc vagy kevésbé kedvenc keresőmotoroddal, arra, hogy például LS, Linux és egy csomó példát, leírás, iránymutatást fogsz kapni. Azaz senki nem mondhatja azt, hogy nem lehet megtanulni utána olvasással, picike kis kutatással, vagy éppen a gépeden lévő leírásokkal, helpekkel, manokkal az adott parancsot. Így vegyük fel azt a szokást, hogyha én azt mondom, hogy hát bizony ott van a honlapomon a leírás, és ott lesz egy kis lista az alap parancsokról, azok ilyen dolgok, hogy pacman, kötőjel, nagyes, kises, kulcsco, akkor nem automatikusan begépeled azt, vagy kimásolod, hogy pacman, kötőjel, nagyes, kises, és mellé érsz egy kulcscot, amit keresel, hanem mit csinálsz? Megnézed, hogy mi a szösz a nagyes, meg megnézed, mi az a szösz, hogy kises, és látható, és ki fogja írni, akár a manuál, akár a help, akár az internetes oktatóanyagok, rengetegek vannak, azok bizony, hogy a kises, a nagyes, vagy éppen a kötőjel no confirm, mi a szözt jelent. Ennyi. Tehát van lehetőséged keresni a parancsokra, a parancsok kapcsolóira, és csak azt használd, amit tudod is, hogy mit jelent. Azt természetesen meg kell várni, hogy lefusson a program, tehát elvégezze a dolgát, ahogy lehet látni, minden 100%-osan letöltődött, megcsinált, amit kell, elvégezte, hogy ez most fél másodperc, és villámgyorsan készül, vagy 5-10-15 perc, előfordulhat egy régebben frissített rendszernél, ahol nagyon sok forráskódból nagyon sok programot újra kell készíteni, az természetesen az adott helyzettől függ, megvárjuk, majd utána örömmel vesszük, hogy elkészült a frissítés. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, gyakorlatilag ezt én egy kicsit bővebben, azaz elég hosszan kifejtettem, de nem lehet tudni, hogy kinek mi lesz a hasznos, ki milyen tudással indul neki. Gyakorlatilag, amiről én beszéltem mondjuk 32 percen keresztül, az fél másodperc begépelni az egyik vagy másik parancsot, majd automatikusan, vagy esetleg kérdések feltevése mellett lefrissül a rendszered. Azaz az egész sac per kb. Heti 5 perc, 10 perc, attól függ, hogy mennyi frissítés érkezik, illetve, hogy milyen ritkán vagy gyakran frissítgetsz. Én hetente egyszer, hetente kétszer szoktam lefrissíteni az Arch rendszeremet, teljes mértékben megfelelően karban tudom így tartani. Látható, nem egy túl nagy dolog, de ismétlem, bár aki idáig eljutott, az úgyis tudja, hiszen az elején említettem, ugyanezt a feladatot természetesen grafikus felülettel is meg tudja oldani, ha neki az kényelmesebb. Lassacskán elkészül a második rész is, ahol kereséseket fogunk lefolytatni, programot telepíteni, programokat leszedni, illetve ezeket a rendszeradminisztrációs kicsike kis feladatokat, igen, megint jó nagy hosszú bőlére ereszve, de el fogom mondani. Köszi szépen, sziasztok!